Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit mai középhaladó elvonulásunk darma beszédén. Mondjuk el az Om Nam mantrát hétszer. OM oh. Köszönöm szépen. Az ember ezen a földön sokféle hibát elkövethet. Most a két legsúlyosabbról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy keressük az abszolút valamit. Ez egy olyan igény bennünk, hogy számos világvallás megjelenéséhez vezetett, de a mellékhatásairól és a kockázatairól akkor senki nem beszélt, amikor ezek a hitrendszerek elkezdődtek. Tehát keressük az abszolút valamit vagy valakit. Szendékosan nem nevezem el, mert annyiféle fogalom van rá, és még az egyszavasok sem érthetőek rendesen. Hogyha megnézed, ennél nagyobb hiba az csak egy van, amikor az abszolút semmit keresed. Ezt az utóbbit ezt keleten követték el jó páran, az előbbit, az abszolút valakit vagy valamit, azt nyugaton követték el jó páran, és a vége mindig tragikus félreértés és katasztrófa lett. Katasztrófa lett az egyén szintjén, mert azt hitte, hogy ő ezzé az abszolút valakivé vagy valamivé válhat, vagy annak a képére van teremtve, és hogy neki ez a dolga ezen a világon. Keleten pedig az abszolút semmit néhányan, ezt nehezebb félreérteni, mert keleten inkább tapasztalati alapú az út. És hogyha tapasztalsz, akkor rájössz, hogy sem az abszolút semmi, sem az abszolút valami nem létezik. Érdekes, hogy nyugaton ezt az emberiség a fizikában találta meg igazán, legyen az asztrofizika, mikrofizika, vákumfizika, bármi. Az abszolút semmi, akármennyire Próbálod megteremteni, nincs. Tehát mindig lesz egy-két atom ott benne, ott kóborol. Tehát nagyon sokat dolgoztak az, hogy abszolút, de tökéletes vákumot csináljanak, nem sikerült. És az az érdekes, hogyha az a vákum mégis megszületett volna valahogy, akkor a térnek a három dimenziója, és az az egyidő dimenzió, amit lifeg rajta, ugye? az még mindig ott lett volna. Tehát azt nem tudod megszüntetni. Kiderül tehát, hogy ezeket az ideákat a gondolkodásunk teremti. A gondolkodásunk teremti tehát a szavakat is, meg a csendet is. A gondolkodás hiányából előbb-utóbb lesz a csend, hát ez itt nem sok volt, belül biztos nem. Kívül páran szerintem nagyon jól tartottátok, nincs ezzel baj. Az abszolút valami pedig, szintén tapasztalati úton, sincs. Ugyanis te akármit tettél, 40 perc alatt, 240 perc alatt, 740 perc alatt, a tudat folyamatban a tudat tárgya annyit változott, hogy te nem hiheted azt, hogy egy jelenség az lehet abszolút a többi között. Hát vissza kell térni egy kicsit az alapokhoz, és megnézni, hogyha valami megjelenik, ami az előbb nem volt ott, az miáltal jelent meg, miáltal marad és miáltal tűnik el. Na Ezt hívjuk feltételhez kötött létezésnek. Tehát a feltételhez kötött létezés az minden, ami külső és belső jelenségekkel van összefüggésben, ezeknek a jelenségeknek a működése maga, legyen az gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, bármi, ami tudat folyamat, tudattárgy. És kiderül, hogy az emberiség legnagyobb problémája nem az, hogy az abszolút semmit kereste hiába, hogy az abszolút valamit valakit kereste, keresi hiába, hanem az, hogy ezt a feltételhez kötött létezést nem értjük. De a kettő, az abszolút hiába való keresése, és a relatív nem felismerése, ez a kettő bizony összefügg. Tehát az emberiség, mintha szinte mindig fordítva ült volna van. Tehát ott kereste az énséget, ahol nincs, és ott nem látta meg magát, ahol ő tényleg van. A teli ürességet, vagy üres teljességet tapasztalati úton nem voltunk hajlandóak nagyrészt felismerni, helyett abszolút igényű ideákat követünk, a mai napig teljesen hiába. És ebből fakadnak, és itt jönnek megint a mellékjelenségek vagy mellékhatások, azok az apróságok, amelyek hát nagyon kemény dualitások formájában öltenek testet. Az egyik az úgynevezett túlteremtés. Ez a kapzsiság, vagy a zabolázatlan vágy, vagy az a mozdulat, amit nem tudsz befejezni. És a túlteremtésben az abszolút valaki vagy valami van, és ezt a túlteremtést, túlfogyasztást, túltermelést, túlszemetelést, ezt a mai napig nem tudtuk leállítani. Tehát összecseréljük az ideáinkat a valósággal. A feltételhez kötött, mulandó, világos, ok és okozatot mutató valóságot elfelejtjük, nem látjuk, hol ott a szemünk előtt van, és ezért nagyon mélyen tudjuk is. A másik típusú duális reakció, az az úgynevezett dű típusú reakció, ami ugye a megsemmisítés, rombolás, pusztítás. Ez az abszolút semmivel van szintén összefüggésben. Ha azt félreértjük, az abszolút semmit, akkor pusztítunk, de még többet. És ölünk, és gyilkolunk, és rabolunk. És ez van akkor, amikor nem értjük az abszolút semmi lehetetlenségét, nem értjük a szenvedést, nem értjük az ok és okozat működését, tehát a darmát. És itt, hölgyeim és uraim, van egy alapvető összefüggés, amit jó, ha meglátunk. Ahhoz, hogy a jelenségeket jól lássuk, a működésüket helyesen vezéreljük, ahhoz ennek a törvényét, a darmát látni kell, tapasztalni kell. És a legjobb, még a legveszélytelenebb az, hogyha ezt belül tapasztalod, a saját kis mikrokozmoszodban. Na, ez a meditáció. A meditációban, amit tanultál technikát, semmi mással nem jár, mint azzal, hogy az én alkotót, az ahamkárát, mint tevékenység, mint akarat fölfüggeszted. Minden erre irányul. Ebből az én képből, hogy én vagyok, csak én vagyok, én vagyok a legfontosabb, én vagyok a legkülönlegesebb, ebből származik az abszolút valaki vagy valami, mint projekció. Ebből fakad az összes kapzsiság, zabulázatlan vágy, túlteremtés, túlfogyasztás, túlszemetelés. De ha ezt te megfigyeled a kialakulás fázisában, és nem ragaszkodsz hozzá, és nem azonosulsz ezekkel az illúziókkal, akkor a permanens én illúzióját le tudod vetni. Ezért a meditáció rávilágít arra, hogy az önképed nem állandó. A személyiséged elemekből épül fel. A múlt, jelen, jövő és percepció bizony, tudat és annak a minőségének a függvénye. Úgyhogy ez egy elképesztő fontos igazság, mert hogyha ezt nem vesszük észre, akkor mindig ragaszkodunk valamilyen jelenséghez, ideához, pozitivizmushoz, hogy majd jó lesz, majd szép lesz, vagy hogy mindig volt egy jobb múlt, az aranykor, ez a kedvencem. Ha tényleg aranyból volt, hogy jutottunk ide? Gondoltad? A másik, amit szintén az önkép vagy az én alkotás akaratlagos felfüggesztésével tapasztalhatsz, hogy soha nem szűnik meg teljesen az önképet. Tehát vannak pillanatok, amikor úgy nem gondolkodsz, nem hozol létre semmit, de aztán megjelenik. Na jobb, hogyha ezt a megjelenést te tudatosan vezérled, magyarul eldöntöd, hogy milyen gondolatokból akarsz összeállni, mint intellektus, milyen érzelmekből akarsz összeállni, mint örömtest, fájdalomtest? Milyen tettekből akarsz összeállni, mint akarat, mint cselekvő egyén? És milyen beszédből akarsz összeállni, mint kommunikáció, mint verbalitás? Ez a négy annyira fontos, hogy négy bótiszatvát rendeltünk mellé. Ezeknek a személyét vagy alakját nagyon jól tudhatjátok, de azért röviden elmondom: avalókítás vara, az együttérzés, ez az érzelmek legmagasabb formája. Manjusri, a nem dualisztikus bölcsesség, a gondolkodás legmagasabb formája. Az eskü értékű, fogadalom értékű beszéd, dzsidzsánkból száll vagy ksitigarba, ez a kommunikáció vagy a megszólalás legmagasabb rendű formája. És Szamanta Badra, azaz déheng -bó száll, ő pedig a cselekvésnek, a tiszta tetnek a legmagasabb formája, ez az önzetlen segítség. Tehát az emberi létet idáig lehet finomítani, a tudatszintet ilyen magasra föl lehet emelni, de csak akkor, hogyha belül elvégezzük ezt a munkát. És ez a munka, ez a csalódás. Csalódás. Tehát csalódni kell az összes illúziónkban, utána még a csalódás folyamatában is csalódni kell, és akkor visszaérsz oda, hogy a padló épp hogy barna. Tehát Épp, hogy sikerült neki barnának lennie. Nem tudjuk, meddig az, most az. Most tényleg az. Láthatsz a szemeddel, elhiheted, amit látsz, hogyha a gondolkodásod nem szól közben. Hát azért, hogy ezt a nem dualisztikus lényeget tapasztaljuk, erőfeszítést kell tenni. Ez az erőfeszítés az, hogy visszajössz az egyévállás ilyenségébe. Ekkor nincs én vagy az énség hiánya. Ekkor a csepp visszatért az óceánba, az óceánnál vált, és elfelejtette a csepségét. Ekkor tisztultál le, mint a tér, mint a tükör, és nincs, ahogy mondtam, sem énség, sem annak hiánya, semmilyen duális képzet nem jelenik meg. Ezért énekeljük a szívszútrát naponta háromszor hogy erre emlékeztessük magunkat, hogy újra és újra finomra csiszoljuk a tükröt. És nem csak azt olvasod a szívszutrában, hogy nincs öregség és halál és a többi, és nincs ezek megszűnése sem. Tehát mind a két oldal oda van téve. Az egyévállás ilyenségét gondolkodás nélkül tapasztalni, ez a zen egyik nagyon fontos mérföldköve. És amikor ez a tudat tényleg tiszta, mint a tükör, akkor az igazság ilyenségét látod, hogy a padló barna, kint sötét van, bent egy rakás szempár figyel, mintha tudni akarnátok valamit. És megbozdulnak a finom reaktív tudatok. Tehát az igazság percepciója csak akkor lehet tényleg valósághű, hogyha az egyévállás ilyensége nagyon-nagyon jó, teljes értékű tapasztalás. Ha a tükörben maradtak törések, hullámzások, azaz maradványkarmák, ott a percepció, az igazság nem valósághű. Tehát te igaznak látod, de valójában nem az. Mert egyszer csak a vágyad beszélt, vagy a haragod beszélt. A mániád beszélt, vagy a depressziód beszélt. Mert az benne maradt az elmédben, az elmédben pedig az azonosulás a karmáddal, tehát a tiszta tudatod ott éppen nem működik, mert a tükröd ott egy vakfoltot visz. Az avidjá vakfoltját. A jelenséggel való abszolút értékű azonosulás vakfoltját. Oké? Okay? És hogyha az igazság ilyensége tiszta, akkor a cselekvés vagy a működés ilyensége is tiszta. És azért, hogy jobban aludj ma éjszaka, ebből kettőféle van. Tehát a működés vagy cselekvési ilyenségében van az alanyi, ha éhes vagyok, eszem, és van a tárgyi, az odaforduló, a viszonyuló, ha éhes vagy, enni adok neked. Ezeket nem mondom, hogy sémák, de ezeket a megoldóképleteket a Kuan interjún ti nagy részt hallottátok, ha még csak az első pár interjú volt, akkor még nem. Miért fontos ez, mint egy alaprajz? Azért, mert a világ és az ember így működik együtt magas szinten. Nem azt jelenti, hogy ez a megoldóképlet, emlékszel a kezdetre, nincs abszolút. Ha megjelenik, már relatív. Ha kigondolható, már múlandó. Ha érezhető, jön, maradt, ment. Fú, elillant. Aztán újra termeled. Ha valami nagyon állandónak tűnik, akkor az azért van, mert annyi energiát teszel bele, hogy másodpercenként legalább 24-szer megjelenik és eltűnik. Ekkor tűnik permanensnek. Mint a film. Tehát ahhoz, hogy mások legyünk, mint az állatok, a növények, az ásványok, ahol nem jelenik meg a duális tudat, mert vagy nincs homlok csakra, vagy zárva van, nincs önreflexió, nincs duális élmény, őket úgy hívjuk, hogy az ilyenség nélküliség. Nem tudnak tükrözni, mert ez a szoftver, ami nekik van, erre nem képes. Nincs is olyan hardver, amelyik ezt lehetővé tenni. Magyarul állati karma nem kap emberi testet. Akármennyire is lehűjézed a másik, hogy te állat, valójában ember csak rosszabb, mint az ember. Vagy rosszabb, mint az állat. Úgyhogy a nulladik pont az az ilyenség nélküliség. Az első, az egyévállás ilyensége, utána az igazság ilyensége, illetve a működés ilyensége úgy, hogy alanyi egyéválló, ha szomjas vagyok, iszom, vagy tárgyi odaforduló, viszonyuló, ha szomjas vagy, inni adok neked. Nézd meg az emberi kapcsolataidat. Mikor történt az, hogy pont ott szakadt az egyik, ahol nem szeretted volna. Valószínűleg az ilyenségek nem voltak rendben. Itt áll, amikor inni kellett volna nekiadni. adni. Beszéltél, amikor hallgatni kellett volna. Cselekedtél, amikor nyugton kellett volna maradni, vagy lusta voltál, amikor tenni kellett volna. Fordítsd le egy kicsit a saját szenvedésedre, annak okára az ilyenségeket. És nézd meg az összefüggést. És az alap az, hogyha nem tudsz a gondolkodás, a dualitás elé visszalépni, akkor ezeket a problémákat, mint egy ilyen körbe-körbe járó szamszárikus szenvedés folyamatot tapasztalod, és nem látod azt, hogy ebből van kiút. Csak nem arra, amire gondolod. Ezt a szenvedés síkjában, az érzékszerfez kötött síkon, a téridő bebetonozottságában nem fogod megtalálni. A meghaladás ezért, jobb hiány, fölfelé megy. De ez nem az XYZ tengelyből az Y. Hanem az, ami nem tér, nem idő, nem gondolkodás, nem dualitás, és most ismét a szívszutrát recitáld el magadban. Ezért mondjuk az önvalóra, hogy nem tudható, csak tapasztalható. De az ember még egy lépést teszünk. Nem csak, hogy tapasztalható, hanem használható is, és a jelenlegi kor szerintem mindennél erősebb imperatívusszal Jön felénk, hogy használandó is. Magyarul, ha nem érezzük, nem tapasztaljuk, hogy valójában miből vagyunk összerakva, mi a lényegünk, akkor a karmánkat nem használhatjuk helyesen. A személyiségünk egy a rakás traumát, szenvedést visz, és ad is át. Innen, ezekből a mellékhatásokból és kockázatokból veszük észre, hogy keresse meg kezelőorvosát. találja meg a gyógyszerészét. És az ezen az úton belül van. Ez csak segít a külső. Tehát én egy meditációs beteglátogató vagyok. Amikor bejössz hozzám konziliumra, kapsz egy kis karmikus diagnózist. A koan, mint a karmikus CT, kimutatja, hogy hol vannak a csomóid, hol van a berögződöttséged, hol van a téves nézeted. Ettől én nem foglak kevésbé szeretni, vagy jobban szeretni téged. Ez nem az a sík, ahol ez eldől. Tehát te nyugodtan jöjjesz a legzseniálisabb kóan megoldását, ha nem lettél több, és lehetsz épp aznap a legszerencsétlenebb hülye, aki éppen a szorongással összekakíja magát, és a zembotomat néző, hogy Úristen megüt vagy nem üt meg, attól se leszel rosszabb vagy kevesebb akkor épp te azt a karmát hoztad be. Pont, kész. Mit nézek, hogy másnap reggel itt vagy a darma teremben? Leborulsz, énekelsz, ülsz, akkor haladsz, kész. Aztán egyszer csak bejössz, és megváltozik a felhőzet, kiderül, hogy nem vagyok azonos az apáddal, a pappal, a tanítóval, a rendőrrel, soroljam még a negatívnak is megélhető férfi arra típusokat? A boyfriend meg a férjeddel végképp nem vagyok azonos. De a barátoddal meg az ellenségeddel sem. Tehát ha hagyod, akkor egy relatíve tiszta tükörként tudok funkcionálni az életedben. Ezért vagyunk itt, és ezért nem hozott be a sztoridat. Mert a sztori, hogyha itt elkezdesz nekem ventilálni, és én együttérzően hallgatlak, és hidd el, én 17 évig hallgattam, voltak 40-50 perces interjúk. Olyan hétvégig, hogy mindenkire csak egyszer került sor. Bezonyám, és rájöttem, hogy semmit nem ér. Ott és akkor valaki egy kicsit jobban érezte magát, de nem ment előrébb. Tehát a narratíva nem csak uh, idő és energiaigényes, hanem elhiszed, hogy mivel te elmondhattad nekem, attól én a megoldásban részt veszek. Majd bevonsz. És nem tudok érdemben segíteni ekkor, ha be akarsz vonni, ha rám vetíted, ha elvársz, ha remélsz, ha félsz. Értjük? Ezért vagyok szigorú, de közben nagyon-nagyon együtt érzek mindenkivel. De a hülye vagy, azt nem engedem terjedni. Érted? Na, kinek van kérdése? A személyiségről akarok kérdezni, hogy ma a születésből hozunk valamit magunkkal? Például visszagondolva kicsi koromtól olyan csengdés... A halálba le tudod rakni? Amikor meghalsz, le tudod rakni a karmádat? vagy megy veled. Azt látod, hogy angyalként, hótiszta, világos fénylényekként megyünk ki ebből a testből, vagy pedig félve, néha üvöltve, összeomolva, melyik? Inkább az utóbbi. Inkább. Akkor tudunk karma nélkül leszületni? Lesz Tehát hozzuk magunkkal. Gyereked az... van? Igen. Hát akkor, hát ő az élő tanít, hogy lejön, eltelik két hét, már véleménye van. Anya, te ne így tartsál engem, te tartsál így engem. És fölkelsz két óránként éjszaka, mert nekem tejecske kell. Érjük? Tehát ezek alapműködések, de az, hogy hoz magát, nem tudna leszületni szoftver nélkül. Tehát egy ilyen kis robot, ilyen kis programozható valami lenne, de akinek van gyereke, vagy jó, megfigyelte a család, vagy szomszéd működését, a gyerek minden csak nem programozható. Tehát hozza le azt a jó kis karmát, ami modulonként, rétegenként aktiválódik, ahogy a stimulus jön, és a stimulusnak jönnie kell. És jön is. Úgyhogy hozzuk szépen bizony, és aktiválódik, és olyan másfél éves dackorszakon, hogy csak úgy cseng. Én azt hittem, hogy. És ezért is nagyon-nagyon jó ez a tapasztalás. Nézd meg, hogy egy gyerek valójában kicsoda. Kicsoda. Kiszületett hozzád. Milyen karmádat tükrözi. Tehát a legelső fél évesen megkapta az akaratka. Olyan akaratka volt, hogy mellé kellett a türelemke. És amikor nagyon komolyan üvölt, akkor az egy türelemke akaratka. És az a vicc, hogy érti nem fogalmi síkon, a vizsgálnál még nem aktiválódott, tehát a fogalmi sík az ott bontakozik, hogy szépen jövöget, formálja a szótagokat másfél évesen. De a tudat folyamat az csont nélkül átmegy, mindent megért. Mindent. Egy évesen már úgy érzi a szülők érzelmi állapotát, hogy hihetetlen, mint egy ilyen ultrafinom radar, csak a szülők a doppler effektusról elfeledkeznek, és azt hiszik, hogy a gyerekkel van baj. Nem, a szülőkkel van baj, ha baj van. A gyerek úgy letükrözi, ahogy kell. Úgyhogy hozza magával, és ezt amennyire látni kell és elismerni kell, olyannyira nem fixként, nem állandóként, alakítandó márványtömbkét kell elfogadni, amiből bizony le kell szedni hajtásokat vagy feleslegeket, és hozzá kell tenni azt, ami hiányzik belőle. Ez a nevelés, tanítás szeretetteli folyamatának a szükségszerű vele járója. Tehát hogy nincs kész, csak hozza magával a nyersanyagot. Oké? Okay? Kicsiként is elég visszahúzódó csendesebb voltam, és sokszor van, így most nagy korba is látom, hogy mikor beszélhetnék is, vagy kellene is, nem beszélek, hanem... Most úgy utóbbi időben úgy, úgy érzem, hogy dolgozok magammal, hogy eh, mikor. Eh, Mi a kérdésed? Hát azt, hogy akartam, hogy ezt is hozom a, a, a karmával, hoztam magammal, és akkor. Eh, Teljesen ki mindegy. Dolgoz, ki Teljesen mindegy. Felnőttél. Tehát az első kérdés a gyerekre vonatkozott. A mostani a felnőttre. Tehát te tudatosan ki tudod rakni magadból azt a karmát, amivel már nem azonosulsz, és látod az általad való teremtettségét. És ekkor eldöntheted, hogy én nem leszek olyan, aki nem szólal meg, amikor megkéne, vagy megszólal, amikor nem kéne. Ezt eldönti az elme, a karma utána megy. Ezért ilyen eszmetlen erős a mantra praxis. Kiadod magadnak parancsba, hogy kvanszembószál, és mész abban az irányban. Oké? Okay. Egyéb kérdés? Családállítással kapcsolatban egy kérdésem, hogy említetted itt még a bevezetőben, hogy ez egy módszer, amit használhatunk, de van-e olyan eset, amikor ez hatékonyabb, mint az EN-praxis? Mindig hatékonyabb, mint az EN-praxis. Akkor menjünk nem, nem, Nem gyanús, amit mondok? Nézd meg, hogy épp melyikre van szükséged, és akkor válaszd a másikat. Az a fontos, hogy a komfortzónádból, abban a jó kis megszokott énségedből úgy röpítsen ki, mint a rakéta az autót az orbitális pályára. Tehát persze mind a kettőre szükség van, két felől nézzük, hogy így a karmát, az egyik a meghaladó bölcsesség, a másik pedig egy nagyon komoly újragyúrása az egyéni páros család és csoportos karmának. Meggyőződésem, hogy az egyik a másikkal együtt nagyon jól tud működni, ez is egy részleges tapasztalás, azért nem részleges, mert azért több évtizedre van szükség, hogy ezt nagyon szépen kigyúrja az ember. De nézd meg azt, hogy most épp mivel kellene foglalkoznod, és azzal kell foglalkozni. Tehát nem az, amivel akarsz, amivel kell. Tehát, hogy ébredsz, vagy fejlődsz. A kettő együtt megy igazán jól, de hogy adott pillanatban most az ébredésre van szükséged, vagy a fejlődésre, fejlesztésre, azt el kell dönteni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Dogen azt mondja a Sobogánzó Genjo hogy az út tanulmányozása az önmagunk tanulmányozása. Önmagunk tanulmányozása, önmagunk elfelejtése. Önmagunk elfelejtése az igazolva lenni minden dolog által, és aztán úgy folytatja, hogy igazolva lenni minden dolog által, az a Shinjin Tatsuraku, tehát a testurat eldobva. Az elejét és a végét azt úgy érzem, hogy egy tapasztalatból értem de az igazolva lenni minden dolog által, ez egy kicsit homályos. Szerintem itt a fordított évedett. Ez egy olyan fordítás, amit én másképp interpretálnék, és nagyon érdekes, hogy pont most akadtam rá Ken Wilbernek az egyik könyvében egy pontosan így idézett, Dogentől idézett, ugyanezt idézi, és teljesen más a fordítása angolban is, és így magyarban is. Nem ezt fogom most neked mondani, csak üdítő szinkronicitás, hogy ezt ma délelőtt a családi házban így kinyitva a feleségem felolvastatta, hogy ez, ez milyen érdekes. Hát mondom, érdekes, pár órával ezelőtt az interjú szobában is erről volt szó. És most a publikus válaszban egyikhez sem ragaszkodva azt mondom, hogy nem igazolva lenni a jelenségek által, hanem minden jelenségben az igazságot látni. Itt a kínai karakterek megegyeznek. Legalábbis megegyezhetnek, nem láttam még az eredetit. De minden jelenségben az igazságot látni, ez az, ami szellemileg úgy érzem beleillik ebbe a kontextusba, mert igazolva lenni minden jelenség által ez egy félre sikerült megfelelési kényszer téged nem fog igazolni senki, meg semmi. Akiket szeretsz, azokkal előbb-utóbb összehangolódsz, az kész, és elviselitek egymás hibáit. Meg kibírjátok egymás erényeit, az néha nehezebb. Jó? Én ezt javaslom, hogy semmiféle énséget, hiszen hogyha ne keverjünk bele, hiszen hogyha igazolva lennél, rögtön megjelenik az énség újra, hogy téged igazol. Ha már eldobtuk, akkor mit igazol? Oké? Okay. Tíz bika történet. ami Dogen Zenji mond, az a tíz bika történetben benne van. Az én elfelejtése az, az az üres kör, ami ott van benne. És az igazságot látni minden jelenségben az az, amikor az alany nélkül csak ott van a természet. És innen lehet tovább lépni. Jó? Egyéb kérdés? Beszéltünk a megfelelési kényszerről, és Kan interjú során mondtad, hogy hagyjam a fenébe az egész boyfriend karmát és a férfi vonalat, hogy ez mit jelent pontosan? Addig, amíg te törleszteni, megfelelni, egyoldalúan, aszimmetrikusan eljárni szeretnél ilyen helyzetekben, addig a kapcsolat az biztos, hogy kudarcra van ítélve. Tehát te nem tudsz megmenteni senkit a saját akarata ellenére, vagy annak hiányában. Nem tudsz megváltoztatni másokat, esetleg alakulni tudsz mások mellett, és erre mondtam azt, hogy nem szabad mások következményévé válni, de azért tanuljunk a másiktól, hogy hogyan igen és hogyan ne. A kettő nem ugyanaz. Tehát itt a hozzáálláson múlik minden, és a mondatom az egy pármondatos párbeszédnek a vége volt, ahol te vázoltad azt a tipikus problémát, amikor neked a férfi arhetipusban ott van a megmentendő. Nagy emmel. Ebbe viszont bele lehet pusztulni, és akkor te válsz megmentendővé. Ezért ne. És amíg ezt ki nem pucolod, és nem kezded el a jelöltet, azt az y kromoszóma hordozót, ugye, úgy látni, ahogy van, addig biztos, hogy beleessel ebbe a csapdába. Erről szólt a válasz. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ez milyen szép, hogy a férfi hordozza az y kromoszómát, a nő meg az x-et. Azért megfigyeltük ezt? Na mindegy. Egyéb kérdés. Említetted, hogy Buddha, mikor megvilágosodott, nem akart tanítani, hogy lejött hozzá az istenek közül, egyik most a nevét nem tudom. Volt azért ezt érdemes jól Bocsános. tudni, nehogy itt a faséban mind, keveredj egyéb arra. rahmával. Hey. Rahmá a teremtés istene a hindu panteonban, jó vele barátságban lenni. A lényeg az, amit szeretnék kérdezni, hogy... Nem, ez a lényeg. Utána a kérdésed az hulladék, tehát senkit nem érdekel, de Brahma-val legyél barátságban. Na most ezek után mondhatod, tessék. Miért fontos az Isteneknek az, hogy, hogy az emberek megvilágosodjanak? Te hogy drága olyan? jó ember, te azt hiszed, hogy ez valóban ilyen leszáll a buszról és odajön. Tehát nem, nem tudjuk, mi történt de az biztos, hogy felkérés nélkül senki nem tanít. Tehát itt ne azt látsz, hogy ki jött le, meg mi jött le, hanem azt, hogy a budhát megkérték, hogy tanítson. Nem saját maga kezdte el. Sőt, ezt az egészet, hogy hát ez túl egyszerű, túl tiszta, de túl magasrendű és túl nehéz ahhoz, hogy az emberek felfogják. Valójában nem tudjuk, hogy ő mit gondolt akkor, de az életrajzírók ezt írták le, és mint tudjuk, ezekben a narratívákban rengeteg tanító szándék és tanító érték is van. Tehát aki leírta, az jól írta. Miért? Mert elhitted? Hát jól írta akkor nem. És azt írta, hogy egy nem emberi lény, de fölkérte őt, hogy tanítson. És ezért tanított. És azt mondta, magasztos, kérjük, forgasd meg a tankerekét, mert vannak, akiknek a szemét kevés porfedi. Hát ezek lennénk mink. Hát azért akarjuk ám rendesen. Szóval a felkérés a fontos, nem az, hogy ki le. Előfordulhat-e az? Állj, elő. Kész. A kérdés az, hogy milyen körülmények között fordulhat elő. Most folytasd. Hogy a tant érték ugyanolyan befolyások, mint a nyugati tant. Értem ez alatt a Bibliának a módosulatait. Nézd, itt a módosulatok akkor lesznek nagyon fájóak és a valóságtól elrugaszkodottak, hogyha valaki vagy valakik csak intellektusból, gondolkodásból, az ehhez kapcsolódó vágyból és haragból döntenek. Ha pedig tapasztalás alapú az egész, akkor visszamentél a kezdőponthoz, visszatértél a forráshoz, és akkor a gondolat, az érzelem, a beszéd és a tett ezt szolgálja, nem pedig azokat, akik kimondták, megtették, elgondolták. Jó? Itt a különbség, és ez nagyon-nagyon gyorsan elválik. Hogy ön magát szolgálja, majd valaki mást, valami nagyobbat. És ha a tapasztalat megvan, akkor az énség mindig el tud lobbanni. De ha a tapasztalat nincs meg, és a metaréteg metaraitegére reflektálunk, és reagálunk, és újraírjuk, és újra gondoljuk, mint egy szomorú, karmikus mágiarakás, téves nézet, téves nézet hátán. Ebben élünk. És ezt nyomjuk több millió példányban újra, keleten is, nyugaton is. Mit gondolsz, miért egyszer másfél óra arra beszéd van egy egész hétvége alatt itt? Vannak irányzatok, ahol naponta van ennyi, vagy még több. Mert ezzel a beszéddel és gondolkodással ezen kívül nem sokra megyünk. Pont a csak, hogy kipucolni magadból az összes koncepciót. Koreában három hónap alatt három darma beszéd volt. És kész. Többit üljél a párnán. És hogy erre jó ez. És hogyha nem választjuk szét az elsődlegest a másodlagostól, akkor a forrást elveszítjük. És akkor mindig mások hülyeségét gondoljuk újra. Ezért van az, hogy nem támaszkodás az írásokra. Első alapelv. Semmi baj az írásokkal. Néha irányt mutatnak. De hogyha arra akarsz alapozni, az nem fog menni. Mint a felébredés útja. Mint ilyen teológia, buthológia, meg egyebek, az megy. Az évezredek óta megy. de hogyha nem függeszted föl az írásokra való támaszkodást, akkor nem tudsz közvetlenül a tudatra irányulni, mert akkor a tudat termékére irányulsz. Az elme mozgására, gondolkodásra irányulsz. Akkor összetéveszted a teremtőt a teremtettel, és ez nagy baj. És akkor a felébredés nem igazi önvalunk tapasztalata lesz, hanem valami rituálé, valami tárgy, valami kalligráfia, valami szép és jó, amit 30 évet gondolkodtál. És akkor teljesen eltűnik ennek a lényegi mozzanat, hogy ez tudattól tudatig való közvetlen átadás. Erre próbálok meg ráébreszteni az interjú szobában, hogy ne gondolkodj, hanem figyelj. Figyelj, és ebből a figyelemből sokkal többet leszűrsz, mint hogyha megpróbálnál okosnak lenni. Ott te nem tudsz okos lenni, ennél csak egy jobb hírem van, én se. Amikor mondjuk nem értem, mondom jó helyen vagy, én se értem, de Bóthidarma Darma se érti hogy miért ment el Kínába. Tehát annyian megfeküdtetek ezen a kérdésen. Pedig nagyon egyszerű. És most már nem pusztán kérdésedre válaszolva, de a Bodhidharma sztorit azt el kell mondanom ahhoz, hogy itt egy kicsit ezt a kognitív szakadékot megpróbáljam betömni. A Bodhidharma a buddhizmus 28. és a zen első pátriárkája. Körülbelül ezer évvel élt Buddha után, Bodhi darmának az volt a feladata, hogy Prajnatárának, a tanítójának az instrukcióit követve, a fáma szerint már olyan 50 és 60 éves kora között, amikor egy bő Saturnos ciklust már gyakorolt, Kínába vigye a tant. Azt látták, hogy erre épp akkor szükség van. És nem egy ilyen gyorsjáratú repülővel, vagy nagyon gyors ilyen hajóval ment, megállt több helyen, és mire Kínába ért, megtanult jó Tehát kb. egy-két évig tartott az útja. Így szép lassan. Mire elért Wu uralkodó a Tang dinasztia egyik nagyon komoly császárának a színe elé, és itt játszódott le az a nagyon híres jelenet, hogy Wu uralkodó, aki a szutrákban nagyon-nagyon művelt volt, és ilyen egész estét betöltő udvari szerzetesei voltak, akik nagyon jó tanácsokat adtak. Ők voltak a kukszá, a nemzet tanítója. Mai napi Koreában egy bevett intézmény, a kukszá, a nemzet tanítója. És ezt kérdezte Botidarmától. Számtalan templomot emeltem, számtalan templomot építettem, számtalan szerzetest támogattam. Mennyi erényt nyertem ezáltal? És erre Bóti azt mondja, nincs erény. Más fordításban semennyit. Ez kicsit pongyola. A nincs erény a sokkal jobb. És mivel vúralkodó elég művelt volt, és a Lotus szerette volna így csaliként használni Bóti esetében, ahol a négy nemes igazságot fejtik ki, Hát ezt nem értette. Tehát visszakérdezte Bóti Darmát. De hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Erre Bóti Darma így szólt. Végtelen tér, semmi szent. És ez a jó mahaján a szellemiség uralkodót így teljesen, mint hogyha egy láthatatlan szőnyeget így kirántottak volna a talpa alól, így minden argumentumtól megfosztotta, tehát csak az alanyra tudott rákérdezni, de hát akkor kiáll előttem? És erre a fordítás szerint azt mondta a Botér, hogy fogalmam sincs. Másik fordítás, nem tudom. Másik fordítás, nem tudható. Ez a wu shun. Gyakorlatilag nincs tudat. Oké? Okay. És ekkor az uralkodó azt mondta, hogy semmi közöset nem találunk kettőnk között, távozzék. És akkor Bodhidharma vejbe ment, onnan Shaolinba, és ült közel tíz évet a Shaolin kolostor barlangjában. Hát az mostanára egy eléggé kereskedelmi hely lett. Én ott a lábánál voltam, nem mentünk fel a lépcsőn, a 97 környékén. És úgy képzeld el, hogy semmiféle speciális geomancia nincs. Shaolinban volt egy kolostor, ahol már akkor gyakoroltak, egy nagyon komoly hely volt, és kész. És beült a barlangba, és azért az indiai jóga felruházta olyan képességekkel, hogy tényleg nem kellett ennie és innia. Tehát leszabályzott légzés, leszabályzott funkciók, és látta, hogy még a kínai társadalom nem érett arra, hogy ő elkezdje ezt a tanítást, a hírnek, hogy ő ott van, és a uralkodóval folytatott párbeszédnek egy kicsit, úgy érnie kell. Na, erre szánt közel tíz évet. Az uralkodó rögtön megkérdezte az incidens után csímestert, a kukszáját, hogy hát mi volt ez? Ki volt ez? Azt mondja erre csímester, felség. Ő volt avalókítés a bótízhatva közvetlen megtestesülése, aki a budha tudatának a pecsétjét hordozza. Hát akkor küldjünk utána valakit, hívjuk vissza. És erre azt mondta a csímester, hogy felség az egész országot utána küldheti, akkor sem jön vissza. Úgyhogy megjelent tíz év után Huiko, egy olyan katona, aki sok más katonával együtt szolgálatai végeztéve Kolostorba ment, és nem családot alapított, mert általában ez volt a hadseregből való leszerelés két lehetséges kifutása a sok rosszabb mellett. Tehát szerzetes lett, de a karmája miatt lidérces álmai voltak. Nagyon sok embert megölt, mint katona. És hát kereste a tanítót. Tessék engem megszabadítani ettől a lidérces szenvedéstől, a gyilkosság karmától és hát megtalálta Bóti Darmát, aki akkor még ott ült a barlangban. És nem fordult kifelé, nem beszélt. Hújkó meg egyszer elkezdett ott térdelni, és elkezdett esni a hó. És három napig ott térdelt. Aztán egyszer csak azt a kezét, amivel azt a sok rémtettet elkövette, azt így levágt, és odadobta a barlang szájához. És erre Bóti Darma már megfordult és azt mondta, hogy áldozatot komoly eltökéltséget mutat, miért könyöröksz. Azt mondja, rettenetesen fáj a tudatom. Kérlek, békítsd meg. És erre Bóci azt mondta, hozd ide a tudatodat, hogy megbékíthessem. De Huiko azt mondta, nem találom. Akkor már meg is békítettem, mondta Bóti Darma. És ez volt az a kezdeti felébredés, az elsődleges megvilágosodás, amivel Huikó aztán tovább gyakorolt. Bolzidarmának öt fő tanítványa volt, és ő volt az egyik. És Huikó lett a vonalvivő. Ő így az első pátriárka uh, után a második Kínában, és innen származik ebből a jegyzésből a hatodik Huineng. Tehát mi, mihez képest hatodik? Tehát Bóthi Darmához képest a hatodik generáció Huineng, akinek a kóanyját, a Szélész zászló, ott bent szépen ott szemelgetjük már egy pár ótokkal. És Huineng az, akinek a munkássága életműve miatt az úgynevezett monolineáris átadás megszűnt, ő egyszerre ötnek adta át, és így szépen ment tovább. Így legyezőszerűen kinyílt az án. már a visszatérve, ő nagyon sokáig tanított, több évtizeden át, és többször megpróbálták megmérgezni, akkor is jó állapotok uralkodtak. Nem mondjuk el, hogy bajod bármi bajon van veled, egy kis méreg bele a pohárba, azt véged lesz. És amikor már a XX ilyen kísérletre került sor, és Boti látta az egészet, de úgy tűnt, hogy semlegesíteni tudja a méreganyagot, és nem fogott rajta. Amikor már úgy érezte, hogy befejezte, akkor azt mondta, hogy most engedem. Most meg fogok halni, de legyetek szívesek nem elhamvasztani a testemet, hanem egy tegyétek bele, és ide és ide temessétek el. Ez egy nagyon szokatlan dolog volt, mert akkoriban, és bizonyos hagyományok szerint a mai napig, hanvasztjuk a testet. Főleg a nagymesterek testét hanvasztjuk, Szunkszán zenmesterét is közel 20 évvel ezelőtt, többünk jelenlétében egy 7 órás hanvasztáson a megfelelő területén. Föl. De Buti azt mondta, hogy nem. Hát azért követték, amit mondott, és tényleg, ahogy jósolta, a teste az megszűnt működni, becsavarták, eltemették, ráhúzták a fedelet, viszonylátás. És eltelik egy pár hónap, és egy birodalmi küldönc jön vissza Indiából Kínába, és találkozik boti Darmával, aki ott egy ilyen vándorbotta a és egy darab ilyen szandál lógott róla. És a küldönc, aki hát ugye internet, távirat és egyéb hírközlő eszközök hiányában semmit nem tudott arról, ami pár hónappal azelőtt megtörtént, azt mondta, hát mester, mester, fantasztikus, hogy találkozunk. Mit csinál? Hát befejeztem a dolgomat Kínába, megyek vissza Indiába. És úgy emlékül ad nagy kalligráfiát, hát küldöncöknél mindig van ilyen kis tinta, meg papír, meg minden. pörsö tanítás, mindenki ment a dolgára, küldönt elmondja a császári udvarban, hogy hát találkoztam Bóti Darmával. Mi? Hát hogy? Hát pár hónapja ő aztán tényleg meghalt. Nem, 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 hát itt a kalligráfia, tessék megnézni. Hát ez ecsetkezelés, ez tényleg Bóti Darma. Menjünk, nézzük meg azt a kőkoporsót. Oda mennek, kibontják, és egy darab szandá volt benne, egy fél pár. Visszakanyarodva a történet elejére, amikor ő megjelent Kínában, ő egy mezitlábas indiai szerzetes volt. És mindenki, aki a kínai kultúrát akkor nem ismerte, azt barbárnak hívták. De egyébként ez Koreában és Japánban is így van. Japánban az egyik legderogálóbb szó a fehér emberre, vagy a nem japán, a gaijin, a tudatlan barbár. És Innentől kezdve valamit csinálni kellett, és Bótidarma kapott egy pár szandát, hogy nem ez menjen az uralkodó színe elé a sáros tappancsával. És ezt a szandát illetve végéig használta. Vagy elrakta, hogyha ha használja, akkor nem lett volna ott a koporsóban. Kínai szandál. Tehát a lényeg az, hogy... A lényeg az, hogy ezt a végén, mint egyfajta koant, ott hagyta, hogy ha látod az egyik felét, akkor megérted a másik felét is. És ez botidarma rövid története, aki nélkül így nem nagyon lenne zen. Tehát előtte már jó pár száz évvel Kínába elment a tan több generáción keresztül, aki esetleg a fehérló templomát ismeri, vagy utána néz, ez kb. 3-400 évvel botidarma előtt alapítatott úgy, ahol ment a ló, vitte a tekercseket, sajnos nem bírta, és ahol összerogyott, megépítették a fehér ló templomát. Angol White Horse Temple. És mégis azért kell botidarmát ide tenni, mint egy elképesztő fontos újraírója a hagyománynak, mert az ő jelenléte dolgozta össze teljesen, tehát végig Végigvarta a zen-hegesztő pálcájával a taoizmus, buddhizmus és konfucianizmus közötti kapcsolatot. Azelőtt ilyen kis megheftöltük, ilyen kis ponthegeztések voltak. De Botidarma végigvarta, úgy, ahogy van. És onnantól kezdve van az a zen, aminek a származéka a koreai és a japán egyszerre. Na még egy-két kérdésre van időnk, aztán megyünk aludni. A bevezetődben te is szó tejtettél a traumákról. Azt szeretném kérdezni, hogy szerinted az embernek mennyit kell foglalkozni az őt ért, vélt vagy valós sérelmekkel? Nagyon divat ez mostanában például a transgenerációs traumák, az olyan dolgok, amiket... A elszem... tiédről beszélj. A divatról beszélj, a tiédről beszélj. Nekem is vannak traumáim, mindenki másnak. Jó. Semmennyit se kell foglalkozni vele. Magaddal kell foglalkozni. Ki vagy? Na, ezzel kell foglalkozni. Ha tudod, hogy ki vagy, traumák minden helyükre kerülnek. Értsük meg, a traumák nem jók, és nem rosszak. Közös karma terméke, ami a tiéd, meg a világé, beleértve a családodat. Ezek által is lettél az, aki de ha ezek nincsenek a helyükön, akkor a személyiséged szétesik. Ha a helyükön vannak, a személyiséged egyben van. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Ott. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet megszabadulni a lidérces álmoktól? Milyen lidérc? Annyira érdekel, ilyen fehér lepedős vagy, ilyen szájú, vagy van a kezébe valami végzés, tudod, ilyen fejléces papíron. Milyen lidérc? Hát bármilyen rémálom. Bár, ne, ne gyengítsd. A rémálmok nagyon konkrétak. Valamitől félünk. Mitől félsz? Én nagyon sok mindentől félek. Nagyon. nem, nem. Most, most betakarod falevéllel az árkot az erdei ösvényen. Lidérces álom, az konkrét, izadva, üvöltve szoktunk felébredni. Mitől félsz? Tessék felébredni az álomba. Ez a legelső. És látni, hogy ez az éber valóság, az álom pedig egy álomban látott álom. Most ehhez képest az. Hogyha tényleg erős a gyakorlatod, akkor az álom állapotában is a mantrát be tud kapcsolni. És hogyha elég erős a hoadú, a kérdés, akkor ennek a tárgyas változata az, hogy mi ez, honnan jön. De az álom állapotban, mivel a manasz ki van kapcsolva, tehát a duális szándékoltan gondolkodó elme ki van kapcsolva, ezért... Nem nagyon tudsz kérdezni, mert akkor rögtön fölébredsz. A mantrával, mivel az az állaja vizsgánából a tárházból jön elő, és nem tudatos gondolkodás terméke, ezért tudod stabilizálni az álmot, és az úgynevezett tudatos álmodás az lehetségesé válik. Az endben ez nem cél, ez egy lehetséges melléktermék. Tessék fölébredni az álomból, és elmegy a lidérc. Oké. Okay egyebek. Melyik az egyenesebb út a megvilágosodás felé a, ma, a meditációs technikák közül? A térfigyelés, a mantra, vagy pedig a nagy kérdés? Egyik sem. Kérdezem ezt azért, mert annak idén elhangzott, hogy a nagy kérdés előbb-utóbb visszaolvad a csöndbe. És a mantra visszaolvad a térbe? Önmagában egyik sem, ezek technikák. És mi múlik, hogy valakinek mi válik be, vagy a működik? rajtad múlik. Ha csinálod, bármelyik működik, ha nem csinálod, egyik sem működik. Köszönöm. Más egyéb? Az érdekelne engem, hogy akik léteztek, az zenmesterek, is megjósolják, vagy megmondják előre, hogy hol születnek újra, vagy, úgy, mint a Dalai például, vagy, vagy itten ilyen Nincs. 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 Azt tudjuk, hogy elmentek. Azt tudjuk, hogy hatalmas űrt hagytak maguk után. Amikor Szungszánszonyim átment az egeres koanon, az egér macska eledelt eszik, de a macska el van törve, az volt az utolsó lépés. Addig így pak pak pak. Ezzel a koan egy 50 percet néztek szembe Kobongszonyim és ő, és akkor meglett, és akkor Kobongszonyimtól inkát kapott a harmadikat másik kettőt másik két zenmestertől. Nota benne, hogy még egyet is iszonyú nehezen kapsz, de hát hármat azért, fú. Szóval akkor mondta Kobong Sunim, hogy te vagy a virág, én vagyok a mély. Találkozunk 500 év múlva. Tehát annyi már biztos, hogy azok a lények, azok a tudatosságok, akik a karmájukhoz már nem annyira ragaszkodnak, azok ritkábban és nem automatikusan jönnek vissza. Ezt lehet látni. Onnan is lehet látni, hogy 2000 éve tudjuk, hogy itt Európában mit kéne csinálni, mondjuk egy ilyen szeretett vallás alapján. De nincs második nagy eljövetel. Hiába várják, jósolják, félnek tőle, teljesen mindegy. Miért? Mert nem tanultuk meg a leckét. Folyamatosan bukunk el a tárgyakból, nem végezzük el az adott osztályt, nem kapunk más tanítót. Úgyhogy ez innen is látszik, meg onnan is, tehát a belsőből is, meg a külsőből is nagyon jól látni, hogy itt miért nincsen egy újabb, hatalmas paradigma teremtés. Egy újabb mindent, az előről kezdő tanító. Azért, mert nem fejeztük be az eddigi kurzusokat. Rosszul állunk. Rosszul állunk. Mint kollektív tanítványság a 8 milliárdnyi homo sapiens bukásra. Kisebb tancsoportok esetleg szerezhetnek más jegyet. De mint osztály, nem állunk jó. Egyéb kérdés? Keleten és nyugaton ugyanazt értik együttérzésen? Nem. Nyugaton ez nagyon érzelmes. Egy ilyen szuperszenvedő nagymamához hasonlít általában. Hogy mindenkivel együtt érzik, és mindenki fájdalmaz enyém, és mindenkinek csinálok mákosétest, és ez így nagyon-nagyon jó. Tehát, érted? Ez, ez kb. a nyugat. A keleten az együttérzés az nyugatról ilyen közömbösségnek tűnik. Távolibnak, mert nem vonódik be, nem azonosul a karmáddal, nagyon jól érzik, hogy benned mi van, és nincs reakció. Van percepció, nincs reakció. A kulcs pillanatban van egy cselekedet, amivel segítenek. És kész. De az együttérzés lényege ugyanaz, a működése megnyilvánulása az már kondicionált. Az alapja az együttérzésnek nem egy érzelmi pozitúra, hanem az a tükörszerű tiszta tudat, amely egy év válik a másikéval. Ez az az együttérzés, amit kifejlesztenek szavak nélkül, úgy, 90 napos gyakorlók tudnának erről mesélni, hogy jobban ismerték a másikat szavak nélkül, sztori nélkül, gondolkodás nélkül, pusztán azért, hogy az egy tapasztalatában, vagy annak a kísérletében együttültek három hónapot. Ez egy olyan tudati közösség, olyan együttérzés, hogy pontosan érzed, hogy a másikban mi van, de semmit nem tudsz. Nem tudod a sztoriát, néha még a nevét sem. a Koreában. Úgyhogy az együttérzés a teljes tükörszerű egyévállás, de nyugaton az érzelmi azonosulás nagyon-nagyon el tudja torzítani, limitálni. Keleten pedig néha nem cselekvés, vagy a közömbösség az, ami a működését egy kicsikét korlátozza. De nélkül a lényegi tapasztalás nélkül, az egyévvállás tapasztalása nélkül csak viselkedés az egész. Nagy mesterséges, Ezért merül ki, ezért megy félre. Oké? Okay? Köszönöm. Ott. Ugye az osztály nem áll jól, erről meséltél és hogy többen haladjanak ezen az úton. Nem. Többen akarjanak haladni? Ez a, ezen az ez a kérdésem, igen. Oké, okay. az, hogy többen haladjanak, ezt nem lehet szabályozni. Mm. De hogy többen akarjanak, azt lehet motiválni, vagy bemutatni, hogy erre lenne valójában szükség, és nem az, hogy egymással feleslegesen harcoljunk odakint. Tehát vagy az van, hogy észrevesszük, hogy terített asztalnál ülünk, csak az alkarunkra ilyen nagyon hosszú evő, evőeszközök vannak kötve. Ismerjük a történetet? Jó. Tehát vagy egymást tápláljuk, vagy mindannyian meghalunk. Tehát nem lehet ezt mások helyet akarni. Ha nem veszem észre, hogy egy álomban élek, egy nagyon rossz álomban élek, nem fogok akarni fölébredni. Tehát a zen, a buddhizmus soha nem volt térítő vallás, hanem inkább egy tanító és a tanításon keresztüli tapasztalati út. És itt az a legdurvább összefüggés, amit láthatsz az emberiség minikorszakaiban, pár évtized, pár évszázad, ez nagyon megfigyelhető, hogy vagy minőség emelkedés következik be, vagy mennyiségi csökkenés. Vagy a tudatszintünk fog emelkedni, és megtanulunk jobban együtt élni egymással és ezzel a világgal, vagy pedig mennyiségi csökkenés fog bekövetkezni. Vagy-vagy. De az, hogy ezzel a tudatformával, ezzel a mennyiséggel, ez a bolygó nem fog nekünk több táplálékot, menedéket, lehetőséget adni záros határidőn belül, ez borítékolható. Itt csak körül kell nézni. Erre szokták mondani, az ok és okozat törvénye világos. Tehát itt az a cél, hogy ébredjünk föl, és a saját akaratodból ébredj fel. Ez a minőségemelkedés. Utolsó kérdés, ha van. Nagyon régóta furdal a kíváncsiság. Hány botod van? Egy. Ez is kemény nagyon. És mi, és mi alapján választott ki a botjaidat, vagy a botodat? Hát ezt a mester adja. Azt az első az elveszett, mert azért veszett el, mert elopták egy autóból. Egy csomó egyébbel együtt. És ez azért volt szomorú, 16 éve történt, mert akkor nem fedeztem föl, hogy rossz járművön vagyok belül. Tehát rossz járműre szálltam. Ezért kaptam egy elképesztő külső figyelmeztetést, és jó pár évbe telt, amíg megtaláltam azt a forrást, ahonnan a mester, az a Sung mester, szenior tanítványai beszerzik ezeket a botokat, és egy megszólalásig hasonlót sikerült beszerezni, az tíz év volt. Addig volt egy idéglenes botom. Az is üt, az is kemény, az is fából van. De valójában mindig csak egy botod van. És kész. És ez valami különleges, egzotikus fából van? Nem, ez, ennek is volt gyökere meg levele valamikor. Csak ezt így, ezt így meghúzták tudtam, hogy ez ilyen cseresznye. Akarsz még többet tudni róla? Találkoztam már vele eleget, köszönöm. Szívesen. A hölgyeim és üreim, találkozunk minél többet a zenbot működésével, fafajtától függetlenül. Tapasztaljuk azt, amit ez a zembot jelképez, Várod, hogy üssek mi? Nem fogok. Mert várod. És hogyha tapasztaljuk az egyé vált tiszta tudatot, akkor visszatérhetünk önvalónkhoz, felébredhetünk a leglidércesebb álmunkból is, és tapasztalhatjuk azt az utat, amilyen érdemes mennünk. Akkor visszafordulsz egy picit, életközéppel, bármely életszakaszba, meglátod, hogy megérte. Ha eddig megérte, akkor tovább is meg fogja érni. Nincs szomorúbb egy hiába való életnél. Tehát amikor visszanézel, ne legyen az, hogy ez hiába való volt. Ha tanulni akarsz belőle, ha fejlődni akarsz belőle, ahhoz ébredni kell. Ezért vagyunk itt. Köszönöm, hogy itt vagyunk. Ezért. Köszönöm a figyelmet.